20 éve, 1997-ben alakult meg a Vajdasági Néprajzkutatók civil szervezete, a Kislajos Társaság. A szervezet a néprajzkutatók munkájának összehangolásával, gyűjtőhálózat kialakításával, kutatási programok megvalósításával, kiadói tevékenységgel és tudományos konferenciák szervezésével foglalkozik. A társaság 5 díjat alapított. A Kislajos emlékplakettet Rafai Juditnak ítélték oda a mesekutatás terén elért eredményeiért. Igazából azt hiszik, hogy, hogy a hagyományok eltűnnek, hagyományok változnak, de megmaradnak, és magunk se tudjuk, hogy azon kívül, hogy azt hiszik, hogy nagyon modern világban élünk, hogy hány eleme is van akár egy napnak, ami a hagyományon alapszik. A Garai Ákos emlékplakettet Nagyabonyi és zentai muzeológus érdemelte ki. Hát az egyik témaköröm, amit mindig vissz, amire mindig visszatérek, a gyermekjáték kutatás, játékszerek kutatása, a másik a kerámia. A kerámia gyűjteményünk feldolgozását nagyon élvezettel, szeretettel készítettem. A Samó Katalin emlékplakettet Szuhenko Ruzsena kapta a Bajsai Tájház létrehozásáért. Arnold György emlékplakettet Patyarek Orsaja és a kishegyesi Ének együttes kapott. A Kálmány Lajos emlékplakettet pedig Patyi Sarolta, Moholi népmesegyűjtő és a kispiaci Kovács Mária volt egyszer egy ústorka című könyvéért érdemelte ki.